Üdvözlet mindenkinek! 2018. szeptember 4-én ez az élőadás az Infobubble csatornán, és ez igazából az Infobubble kettő csatorna kisebb-nagyobb problémák miatt ide kényszerültünk, úgyhogy ez az, ahol az élőadás lesz is. Arra kérek mindenkit, hogy ha a hangot nézzétek már, vagyis figyeljétek már, hogyha ha nem jó, akkor lehet, hogy valamennyit hangosítanom kell rajta, mert nem tudom, hogy miért ilyen halk. Legalábbis nekem az van, hogy halk. De mindegy, felhangosítom amennyire csak lehet, és akkor meglátjuk, hogy úgy milyen. Ezúttal, hát ma délelőtt volt az, amikor meggondoltam magam és megváltoztattam a témát, úgyhogy visszatérünk és folytatni fogjuk a technológiával kapcsolatos kutatásokat, úgyhogy ez lesz már most, azt hiszem, hogy a hetedik része ennek a sorozatnak. Egy újabb videót fogunk megnézni, és akkor közben mindenféle érdekes dolgot, amit én úgy időközben találtam ehhez, az szintén sorra fog kerülni. De még egy nagyon kicsit várok, hogy hát ha esetleg bekapcsolódnak többen, vagy megértik, hogy mi a helyzet, és akkor többen leszünk, de tényleg csak néhány percet. Addig elmondom azt, hogy szombaton természetesen 7 órától a Yahoo útja csatornán élőben ugyanúgy jelentkezünk, és itt jövő héten folytatódik. Ezen a csatornán lesz most a közeljövőben az élőadás, úgyhogy mindenki csak emlékezzen erről. Én igyekszem a videókat úgy csinálni, hogy felhívni erre a figyelmet, és remélem, hogy ez sikeres lesz. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire. Akkor ezek szerint úgy tűnik, hogy a hang az jó, és nincsen vele semmi probléma. Valamiért nekem annyira nem hangos, mint amennyire a másik. De mindegy, jó lesz ez így is. Akkor én azt javaslom, talán az a legjobb, hogyha belekezdünk, mert ez is egy viszonylag hosszú videó, és hát ha a végére tudunk érni most. De közben nagyon sok érdekes dolgot találtam, úgyhogy meg fogjuk nézni többek közt. Szó lesz az Avatarról, illetve ha minden jól megy, akkor megmutatok egy-két részletet a Terminator Genesis című filmből is, majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez működni, és azon kívül még az Én Robot című filmről is szó lesz, úgyhogy viszonylag sok minden bele kell, hogy férjen ebbe a mai műsorban. Na nézzük, hogy így van, ez az. Szóval, pillanat. Oké. Ez ismét csak Jason A. csatornájáról van ez a videó, és úgy gondoltam, hogy nagyon jól összefoglalja azt, amit mint mindig, vagyis legtöbb esetben, amikor a világról van szó, Jason nagyszerűen összefoglalja ezt, úgyhogy én csak lefordítom és kiegészítettem néhány dologgal. De akit érdekel, mindenképpen látogasson el oda és kövesse, hogyha érti. Szerintem többé-kevésbé úgy értem, hogy a legtöbb videója nagyon hasznos. De nézzük akkor, hogy ez miről is szól. Might become less so very soon. Nézzük az elejéről inkább. There's a few things happening that make me think that these isolated examples might become less so very soon. And the first of those is the data that's being collected right now is in fact getting bigger. By way of scale, in the last 2 years, we've collected almost as much data as in the entirety of human history leading up to that. Arról beszél, hogy az adatgyűjtés felgyorsult, az adatgyűjtés folyamata felgyorsult, és annyi adatot gyűjtöttünk az elmúlt 2 évben, mint amennyit az emberiség történelmében addig a pontig. 2 évvel ezelőttig. Szóval az elmúlt 2 évben gyakorlatilag megduplázódott az adathalmaz,
amit gyűjtöttünk saját magunkról, illetve hát ugye azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, gyűjtöttek rólunk a mi igazából hozzájárulásunk nélkül, ugye, mert hát nagyon az embernek nincs beleszólása abba, hogy mi történik az életében, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy hozzájárulunk. Úgyhogy ez nem elhanyagolható, ez a mennyiségű adat. You guys describe this as the nervous system for the planet. What do you mean? Well, a lot of us think. Amiről szó van most, az úgynevezett Internet of Things, vagyis a dolgok internete, de egyébként amire ez utal, azt mindjárt elmagyarázza ő is, meg utána megpróbálom bemutatni én is. Arról van szó, hogy minden létező dolgot, amibe rádiófrekvenciás azonosítót el lehet helyezni, azt egy úgymond idézőjelbe téve lényi egybe kapcsolni. Szóval minden rákerül az internetre, amibe ez a rádiófrekvenciás azonosító belekerül, ezt úgy hívják angolul, hogy RFID, és ez az a mikrochip, amit megtalálhatunk már egyre több termékben egyébként, hogyha bármikor a boltban járunk, akkor a különböző termékeken rajta van, hogy ez RFID chip el van látva, és ezeket a dolgokat rá tudják kapcsolni az internetre, és amit mondott az az, hogy ez egyfajta egy közös idegrendszer tulajdonképpen az úgynevezett bolygón, ugye ők a bolygóról beszélnek mindig. That we're all of us with our smartphones and our Google searches and all the things we're doing in the course of our day, that we're watching this sort of growth of a planetary brain. Imagine if you. És már egy páran találkozhattak, nem is tudom, mi volt a neve annak a robotnőnek, akivel beszélt. Talán Wanda, de nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, hogy Wanda volt, én még nem beszéltem vele. Ugye azt mondja mindig, hogy köszönöm, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a fejlődésemhez. És igazából pontosan ez az, amit mond, hogy a tevékenységünkkel mi is hozzájárulunk. Mindenféle adat, ami bekerül ebbe a rendszerbe, az a rendszernek a tanulását segíti elő úgy, mint ahogy egy gyermek magába szívja az információt. Ez a rendszer is, csak ez ugye korlátlan mennyiségű információt képes magába fogadni. Szóval minden SMS, erről szó volt korábban, mindenféle kommunikáció, ami az interneten zajlik, de nem csak olyan kommunikáció, ami mondjuk emberek közötti kommunikáció, hanem ember és gép között, mint egy vásárlás, vagy bármiféle szolgáltatás, ez mind-mind beletartozik ebbe a nagy idegrendszerbe, és ez az, ami formálja ezt a nagy közös tudatát ennek a helynek, ahol élünk, ami a világ, és ugye ez lesz az a dolgoknak, ez az internete, vagy ez az egybe kapcsolódása az úgynevezett Internet of Things. De nézzük tovább. Touch your finger to the stove, but you didn't know you'd burnt it for a week. Now we have this real-time feedback loop that the human race has never had before. És ami most történik, az, hogy van egy ilyen valós idejű visszajelzés, amire eddig nem volt lehetőség az emberiség történelmében. Ezt ők egyébként Planetary Brain-nek hívják, ami ugye a bolygó agya tulajdonképpen. Természetes az, hogy a bolygó az idézőjelben, de ők így gondolnak erre, hogy minden egybe kapcsolódik, és ráadásul lehetőség van arra, hogy a rendszer ezt elemezze valós időben, azaz amikor történik, és arra reagáljon, ez a későbbiekben ki fog derülni. Ezt egyébként információs forradalomnak hívja a CBS ebben az adásban. You're looking at the world of data. You're looking at the world of information. That's almost everything that isn't physical. Minden, ami ugye arról beszél, hogy az adat, minden, ami nem fizikális, az tulajdonképpen egy adat. Úgy érte, hogy fizikális, hogy ami nem egy tárgy, hanem minden, ami digitális, az egyfajta adat. Ez az, amit az előbb megpróbáltam elmondani. Minden, amit az ember a telefonján, a számítógépén, a laptopon, a tableten, az Xboxon, bármelyik konzolon csinál, akármelyik okos, mi az, hűtő, vagy porszívó, vagy autó most már szintén, ez mind-mind beletartozik ebbe.
Industrial world is the physical world, the data world is everything else. And it affects every... Azt mondja, hogy az ipari világ az a fizikális világ. Érdemes szerintem megpróbálni felfogni azt, amit mond. Úgy értem, hogy nem csak ezt, hanem talán lehet, hogy érdemesebb lenne az élethez úgy hozzáállni, hogy minden, amit hall az ember, annak van jelentősége. Mert egyelőre szerintem a legtöbben nem így állnak hozzá. Az a helyzet, hogy annyira hozzászoktunk, legalábbis én úgy látom, hogy az emberek össze-vissza beszélnek mindenféle dolgot, aminek nincs értelme, hogy azt gondolják, hogy mindenki így van ezzel. És ezért elsiklunk azok felett, a dolgok felett, amiket itt hallunk a tévében. Ezért lehet az, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Hiszen az ember annyira elcsökevényesedett a gondolkodás módja a legtöbb emberé, hogy azt hiszi, hogy mindenki úgy gondolkodik. És közben az információ ott van, amit mond például, ez már másodjára mondja el ez az ember, hogy minden, ami tárgyi dolog, az a valóság, az a világ, és van egy másik világ, az minden beletartozik ebbe az Internet of Things, vagyis a dolgoknak ebbe a hálójába, ami adat. Minden, ami digitális, az ebben benne van. Most ez mindenkinek csak a fantáziájára és a tudására van bízva, hogy ez mekkora mennyiségű adat, és hogy mit foglal magába. Ha belegondolunk, csak legyen egy gyár, annak a termelési statisztikái. De nem csak a termelési statisztikái, hanem az emberek, amit az emberek csinálnak, az életük, az összes adatuk, ami a dolgozóké, a szabadságolástól elkezdve minden. És ez csak egy üzem. Ebből mennyi van a világon, és mennyi különböző jellegű intézmény van, vagy intézményrendszer, ezek mind-mind bekerülnek ebbe a rendszerbe. És ebből ez a rendszer képes különböző következtetéseket levonna, illetve tanul. Every one of us every day, we're all being predicted. Do you think people understand? És ráadásul ezt a rendszer felhasználja arra, hogy, ahogy mondtam, a jövőt megjósolja. Ezért van rengeteg olyan reklám, ami egy kicsit ijesztőnek is tűnik, hogy létezik az, hogy ez megy pont, amikor erről beszéltünk, vagy azért, mert így van. Ráadásul figyeli azt, hogy az emberek mik a szokásai, és annak megfelelően például a Google vagy a YouTube, de az összes nagyobb, de sőt szerintem minden internetes szolgáltatás vagy applikáció így dolgozik, hogy megfigyeli az ember szokásait, és annak megfelelően alakítja annak az applikációnak a viselkedését személyre szabottan. Ez nem csak itt működik, hanem az élet minden más területén. Sőt, meg fogjuk látni, hogy mennyire mindenhol máshol így működik. And how much of our lives are being collected, what else do we not know? Ugye a kérdés felmerül, erről beszélő, hogy mi más az, amit nem tudunk. We're now collecting exabytes and petabytes of data, and we're... Azt mondja, hogy exabytes, illetve petabytes, ami a mennyiségű adatot gyűjtenek. Megpróbálom valahogy ezt megmutatni, bár én nem értek igazából az informatikához, csak tényleg nagyon nagy vonalakban azok kedvéért, akiket ez érdekel, vagy akik csak hogy mindenkinek legyen egy ilyen sejtés arról, hogy mi is az, amiről szó van. Ez az exabyte oldal a Wikipédián, és sajnos nincs magyarul, ha jól látom. Úgyhogy megpróbálom a petabyte-ot megnézni, de szerintem az... Ja, de lehet, hogy... Azért, mert úgy egyszerűbb lenne, hogyha lenne magyar, de... De szerintem nincs. Jó, szóval nincs magyar, az a lényeg. Megpróbáljuk akkor így megérteni. A kilobyte az talán mindenki ismeri, de lehet, hogy még a gigabyte-ig mindenkinek van fogalma erről az egészről. Ez ugye 1000 × 1000, ha jól értem, a megabyte.
De majd lehet, hogy valaki ezt jobban tudja. Ezer a másodikon, ezer a harmadikon, aha, ezer a harmadikon, a terabyte az ezer a negyediken, és ez a petabyte, ez ezer az ötödiken, és az exabyte pedig ezer a hatodikon. Szóval az ezerszer ezer, ha jól értelmezem. Így van, itt van az egy petabyte. Szóval ez nem kevés. Egy petabyte az egy quadrillió byte. Ugye a gigabyte az... Mindjárt megnézzük. Az 10 a harmadikon, így van. Szóval egy petabyte az egy quadrillió byte, akármennyi is az. Na, ezek ilyen mennyiségű adatok azok, amikről ők beszélnek. Ugye ez 10 az ötödiken. Az exabyte az ennél több, az 1000 quadrillió byte. Ilyen mennyiségű adatot gyűjtünk össze. Szerintem itt lesz erre egy példa, és azt mondja, hogy 1986-ban a világ információ cseréje a különböző telekommunikációs hálózatokon 281 petabyte volt. Szóval 1986-ban 281 petabyte volt a telekommunikációs kapacitás, 471 volt 93-ban, 2000-ben 2200, és 2007-ben 65 000 petabyte. Az elég durva. Ez azt jelenti, hogy minthogyha minden ember 6 újságpapírnyi adatot cserélne naponta egy másikkal. Nem tudom, hogy ez lehet-e egyáltalán követni, de szóval mindenki 6 újságpapírnyi adatot adna tovább egy másik embernek. Ez 2007-ben volt, 65 000 petabyte, szóval 10 az ötödiken szer 65 000. Anya, 10 a hatodikon szer 65. De hát rengeteg adat van, amit érdemes lenne itt megnézni, de szerintem ebbe most nem fogok belemenni. Szuper számítógépe 2012. januárjában ez a Blue Waters számítógép, ez 500 petabajtnyi adatot tudott tárolni, azaz 500 x 10 az ötödiken. És akkor erre vannak különböző példák, hogy mekkora mennyiség ez az adat, de szerintem ez nagyszerű volt, amit az előbb megnéztünk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy csak azt akartam megmutatni, hogy mégis mi az a szint, amiben gondolkodnunk kell, hogy hol. Ez 2007 volt, ráadásul 2007-ben úgy, hogy ez az, amiről mi tudunk. Sőt, az csak a telekommunikáció volt, szóval ezen felül még nyilván mindenféle más adatok vannak, szóval elképesztő mennyiségű adat az, amiről szó van. De lehet, hogy vissza fogunk térni most a videóhoz, és aztán még egy kicsit nézzük, és utána megnézzük, hogy mi is ez az internet, a dolgok internete, vagy a dolgok hálózata. Úgyhogy folytassuk. We're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. Every powerful tool has a dark side. Every last one. És amit mond az, hogy minden nagyszerű eszköznek megvan a sötét oldala, és annyi adatot gyűjtünk, hogy olyan dolgok kerülnek napvilágra ilyen, illetve olyan összefüggéseket értünk meg a világról, amire nem volt eddig lehetőségünk és módunk. Meg fogunk nézni néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami történik a világ különböző pontjain az adatgyűjtéssel kapcsolatban, illetve hogyan alakul ez a dolgoknak a hálózata, hogyan épül fel a világon.
I think that McKinsey report also said that the Internet of Things will be a market that was bigger than the entire economy of the world. Ez a hálózat, amiről beszél, ugye ez nagyobb lesz, mint a világnak az eddigi gazdasága. Az a kiépülő, ugye virtuális gazdaság, amire készülnek, ez meg fogja haladni ezt. Nagyjából a világ termelése, ha jól tudom, az 75 ezer milliárd dollár, szóval 75, nem tudom, hogy trilliárdnak hívják-e, de 75 ezer milliárd dollár per év, és ennél nagyobb piac lesz ez, ami most jön. But it's fair to ask companies, as they build out the Internet of Things, to not be creepy. The Internet of Things is referring to this, all these gadgets. Everything being connected. Yeah. Szóval még egyszer megerősítette azt, hogy ez azt jelenti, hogy minden összefügg egymással. Ez maga, hogyha beírjuk azt, hogy Internet of Things, és itt van a szótárban egyből maga a kifejezés, és azt jelenti, hogy mindenféle számítógépek, illetve erre alkalmas eszközök, számítástechnikai eszközök kapcsolata az interneten keresztül, úgy mint beleértve ebbe a hétköznapi használati tárgyakat, és lehetővé téve azt, hogy ezek egymásnak adatot küldjenek. Ezért volt nagyszerű ez az újságpapíros, vagy bocsánat, az újság, vagy a napilapos példa, hiszen ha belegondolunk abba, hogy annyi az adatforgalom ma a telekommunikációban, hogy minden ember 6 újságnyi adatot küld el, az mennyi SMS lenne, vagy mennyi e-mail, és ráadásul mindenki, mind a 7 milliárd, vagy akármennyi ember ezt megteszi. Most ehhez hozzáadjuk a mindenféle hétköznapi tárgyat, amiben benne van ez a lehetőség, akkor az olyan mennyiségű adat, amit nagyon nehéz szerintem felfogni bárkinek is, hogy mi is az, amiről szó van, és kell, hogy legyen egy technológia emögött, ami ezt átlátja. Ez az, amiről beszéltem, és majdnem mindig megemlítettem ezt, de az Új Világrend Istene sorozat erről szól, és szerintem érdemes mindenkinek megnézni, aki még nem látta, és aztán elgondolkodhat azon, hogy az abban felvázolt jövő mennyire reális, vagy mennyire nem reális, de azt hiszem, hogy ha valaki végigkövette ezeket a videókat, csak ez a néhány hetet, ami az elmúlt néhány hét, mondjuk 2 hónap, akkor elegendő információ gyűlt össze számára, hogy lássa, hogy azért az egy igen lehetséges jövőkép, ami ott felvázolódik az Új Világrend Istenes sorozatban. Különösen, ha beleszámítjuk azt, hogy milyen ütemben fejlődik ez a technológia, és mekkora erőfeszítések állnak e mögött. Nem csak úgy, mint hogy azok az emberek, akiknek ez az életük és szeretik, hanem a kormányok, illetve azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, mekkora erőfeszítésekkel állnak e mögött. De egy érdekes idézetet olvashatunk itt, és nem is tudom, hogy miért ez az idézet, de általában minden szó magyarázatnál szokott lenni egy idézet, hogy jobban megértse az ember a szövegkörnyezetből, hogy mit is jelent ez a szó. És ez esetben az van ide írva, hogy egy dolog van, ami megakadályozhatja a dolgoknak ezt a hálózatát, illetve azt, hogy ez átalakítsa az életünket és azt, ahogyan mi dolgozunk, ez pedig valamiféle biztonsági probléma, illetve a biztonságnak az összeomlása ebben a rendszerben. Magyarul ugye hát azt írta, hogy az internet a dolgok, de egyébként a dolgok hálózata, vagy pedig a dolgok kapcsolata ezt jelenti. Meg fogjuk nézni, hogy Wikipedia mit mond erről. Csak néhány dolgot szerettem volna, de azt hiszem, hogy lehet, hogy a másik cikk az talán hasznosabb volt. Ez Internet of Things Agenda.
és techtarget.com. Érdekesnek találtam a jelét ennek a TechTarget weboldalnak, erről már volt szó. Ez nem csak, hogy ez a szem, hanem maga a hold sarló, persze itt fejjel lefelé is benne a nap, ez az, amit a kezdektől láthatunk, és visszatér. Legutóbb is erről volt szó egyébként, ha jól emlékszem, akkor pont a Repo Man című filmben volt ez a jele a cégnek. De ez feltűnik újra és újra mindenhol. A lényeg, hogy arról beszél itt, hogy ez az Internet of Things, ez egy olyan rendszer, ahogyan a Wikipedia is írta korábban, ahol mindenféle eszközök, számítástechnikai eszközök, mechanikus vagy digitális gépek, tárgyak, állatok vagy emberek egymáshoz vannak kötve, amennyiben van egy ilyen egyedi személyazonosító rendszer beléjük építve. Ezt itt UID-nek hívják, úgy mint Unique Identifiers, de és ugye megvan a képesség, hogy adatot közvetítsenek, illetve fogadjanak egy hálózaton belül, illetve a hálózaton keresztül, anélkül, hogy embertől ember, vagy embertől számítógép kapcsolat létrejön. Szóval gyakorlatilag nem kell akaratlagosan az embernek részt venni ebben, hanem ez automatikusan létrejön, ez a kapcsolat. Hogyha egy példát akarunk erre, akkor nagyszerű azok a fit órák, amik nagyon divatosak. Nem kell, hogy mi nyomogassuk a gombokat, vagy mindig feltöltsük, vagy letöltsük. Ha beállítjuk, akkor ez automatikusan megteszi ezt. De egyébként a telefon is automatikusan megteszi ezt az adatforgalmat, úgy, hogy egészen addig, hogy bármiféle statisztika elérhető a Google-ben, vagy a YouTube-on, de az összes más platformon is azzal kapcsolatban, hogy mi volt a mi tevékenységünk, anélkül, hogy nekünk ehhez különösebben erre gondolnunk kellene. Szóval ez egy automatikus adatforgalom, ami összekapcsol számítástechnikai eszközöket, mechanikus, digitális gépeket, tárgyakat, állatokat és embereket, amennyiben ezeket ellátták a megfelelő azonosítóval és az erre alkalmas eszközzel. Ez egy hálózata gyakorlatilag mindennek, ami rendelkezik ezzel az azonosítóval. Szerintem ez egy érdekes fejlemény azok számára, akik még mindig abban az álomvilágban élnek, hogy ez mindig is így volt, és ez a világ így lesz mondjuk még 100 év múlva is. Érdekes belegondolni, hogy mondjuk 100 év múlva, ha lenne egyáltalán 100 évünk, akkor hova fejlődne ez az egész, de azt kétlem, hogy van 100 évünk. Ugye itt felsorol néhány példát erre. Ez a pacemaker, ugye különböző szívmonitor, ami beültetik az emberekbe, de az állatok különböző állattartó telepeken is ebbe a kategóriába esnek bele, amennyiben rendelkeznek valamiféle beültetett csippel vagy technológiával. Az autók, és az autóknak például minden érzékelője, de a jövőben, ha majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el az autózás területén, ha egyáltalán lesz még ez az igazi autó, ami ugye magát vezeti, akkor annak az intelligenciája. De már most is van olyan autó, ami érzékeli automatikusan a keréknyomást, és akkor küld egy figyelmeztetést a vezetőnek, vagy pedig bármiféle természetes vagy ember által alkotott tárgyak, amelyiknek képesek vagyunk adni egy ilyen IP címet, és valamilyen módon adatot tud erre a hálózatra feltölteni, illetve adatot letölteni erről a hálózatról. Teljesen mindegy, hogy élő vagy élettelen ez a dolog, az a lényeg, hogy valamilyen formában rá tudják kapcsolni erre a hálózatra.
arról beszélnek itt, hogy természetesen megvan ennek az előnyein, azt nem mondom, hogy csak hátránya van, igazából az előnyét mi úgy sem fogjuk élvezni, hiszen arról beszél, hogy az ipar hatékonyabban fog működni, és jobban meg fogják tudni érteni a vásárlókat, és a kiszolgálásnak a minősége emelkedni fog, valamint a döntéshozó képessége ezeknek az iparban tevékenykedő cégeknek, illetve a vállalatoknak, akik rendelkeznek ezzel, valamint az üzletnek az összértéke növekedni fog. Ha belegondolunk ebbe, ez nagyon kis részét érinti a lakosságnak, hiszen az emberek nem vesznek részt az iparban, mi fogyasztók vagyunk többnyire. Az, hogy növekszik az iparnak a hatékonysága, az számunkra egy negatív dolog. Hiszen az azt jelenti egyértelműen, hogy az emberi munkaerő csökkenni kell, különben nem lehet a hatékonyságot növelni. Több az ember az egy probléma forrás az iparban. Mindenféle tekintetben. Hogyha van egy robot, ami képes ellátni az ember feladatát, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt 24 órában 7 nap, 364 nap tud dolgozni egy évben, probléma nélkül, nem kell neki társadalombiztosítás, nem lesz beteg, nem fárad el, nem kell neki enni, cigiszünet nincs, és annyi, hogy meg kell javítani, hogyha elromlik, de akkor is egyből be lehet a helyére állítani egy másikat, nem kell felvételiztetni, nincs rossz kedve, nem menstruál, és a többi, és a többi. Szóval így nő az iparnak a hatékonysága, és ezért mondják azt, hogy jobb szolgáltatásokat tudnak majd nyújtani, hiszen minél több adat áll rendelkezésükre, annál jobban ismerik a vásárlót, és annál jobban meg tudják jósolni azt, hogy mi az, amit az az ember szeretne. Ennek az egész hálózatát, a dolgoknak ezt a hálózatát nem fogjuk megnézni, hogy mi a története, mert ez annyira nem érdekes szerintem. Lehet, hogy az, ahogyan működik, az már valamivel érdekfeszítőbb lesz. De mielőtt ezt megnézzük, mutatnék néhány dolgot azoknak, akik ezt nem tudják. Bizonyára hallott mindenki az Avatar című filmről. És az Avatar az egy nagy sikerű film volt, James Cameron a rendezője, és ez volt az a film, ami igazából a 3D-nek, a 3D-t visszahozta az emberek tudatába újra, és ezáltal népszerűvé tette, azután kezdődött igazából egyfajta digitális forradalom a filmekben. Ez az Avatar Wikipedia oldala, csak azért ezt mutatom, mert itt van magyar nyelvű. 2009. decemberében mutatták be ezt a filmet. Maga a film egyébként átlagon aluli, egy nagyon primitív történet, tele program, illetve propaganda elemekkel, úgy mint a környezetvédelem, spiritualitás, illetve mindenféle New Age filozófia. Szóval érdemes megnézni, én szoktam filmeket nézni, mert már más szemmel nézve érdekesebb észrevenni ezeket benne, de maga a film úgy, mint hogyha valaki szórakozásból nézi, akkor egy primitív film. 237 millió dollár a költségvetése, és mintegy 1 milliárd volt az összbevétel, de ezt meg fogjuk majd nézni. 40%-ban volt mindössze élő szereplő, és 60% a számítógépes grafika, és ez volt a világ első teljesen 3D-s élményt nyújtó filmje. Úgyhogy ez mindenképpen egy mérföldkő a filmtörténelemben, de összességében véve egy rendkívül primitív film. 22. század közepén ugye a csillagközi utazás, szóval az egész egy mese, az űrprogram benne van, és minden, amit el tud képzelni az ember. 155 percen keresztül egyébként megy a program.
Az emberek más bolygókra mennek, kizsákmányolják őket, háborúznak, tönkreteszik a bolygókat, a környezetet, mindent. Eljutunk Pandorára, és ugye Pandorának hívják ezt a bolygót, bocsánat, ezt a holdat, ezt is elkezdjük tönkretenni, és az ott lakó lények, amik ilyen humanoid formák, de mindjárt megmutatom, hogy hogy néznek ki. Ezek élnek ott, akik teljes harmóniában élnek a világgal, az ő világukkal, úgy, mint egy kommuna, ahogyan gondolom én a New Age filozófiát követők elképzelik a jövőt, hogy mindenki összekötésben van mindenkivel, és egy pillanat, csak találtam itt egy idiótát. Szóval mindenki teljes harmóniában él a környezeten. Nem akarok belemenni, mert ez egy elég hosszú film, és ráadásul régen láttam. De megmutatom a posztert csak azért, hogy illetve hát ez csak egy a sok közül. Rengeteg program elem van már ezen az egy képen. Egyrészt az ember és a ahogy már korábban is szó volt, az ember és a gép összeolvadása, vagy az ember és valami egybeolvadása. Az ember átalakul egy másik dologgá, vagy annak a keveredése lesz. Mindig elirányítok mindenki Dániel 9-es fejezethez, ahol erről ír többek között. De ez a jövő, és az a másik faj, az nem más, mint az őrzők, az a Malachim, vagy az üzenő, üzenet közvetítők, a teremtő, illetve az emberiség között, akiket ugye mi angyaloknak hívunk, és együttműködnek a világ irányítóival. Ez az, ahonnan ez az ötlet mindig újra és újra visszatér. Szóval, ha valakinek ez sok, így elsőre, én azt javaslom, hogy gondolkozzon el azon, hogy miért van az, hogy ennyi szuperhős film van, és az ember mindig összefog egy valamilyen más lénnyel, vagy pedig robottal, vagy valamilyen módosítás hajt végre az ember magán, és így győz le egy külső fenyegetést azért, mert ez az, ami történik a világban, így harcolnak az emberek, legalábbis a társadalom vezetői, együttműködve ezekkel, az őrzőkkel, a teremtő ellen. Ezt jelképezi ugye a Nabi, illetve az ember összeolvadása az, ahogyan a kettő egy lesz. Egyébként ennek volt egy nagyszerű példája a World Trade Center elleni idézőjelbe vett merénylet, ahol leomlott a kettő, és most fölépült helyette az egy, így lesz a kettő világból egy. Ezen kívül ez nagyszerűen szimbolizálja ugye az egy szemet, ugye az egy-egy, a különböző lényektől egy-egy szem. Ez már egy egyértelmű utalás, ugye az egy szemre, ami Zakariás, ha jól emlékszem, 11-es fejezetben kerül elő a gonosz, illetve hát a rossz pásztor, akinek az egyik szeme van meg csak, de egyébként ez az egy szem utal a többek közt a dollár jelen látható piramisra, illetve az a piramis fölött levő csúcskőre, ami nincs összeköttetésben a piramissa, ezek az őrzők, akik a tudásnak a birtokában vannak, és azt megosztják az emberekkel, ennek a jelképe ez a szem. Mindjárt megmutatom azt, hogy miért is beszélek az Avatarról, csak ne felejtse senki, hogy amiről szó van, az tulajdonképpen az internet, illetve a dolgoknak ez a hálózata. Ezért akartam, ez egy újabb példa egyébként, ami a képen látható erre az egy szem szimbolikára. A következő kép, ez ugye maga a bolygó, ez a lényeg, és akkor igazából nekik megvan mindenre a verziójuk, úgy, mint hogy ők, mivel a természettel harmóniában élnek, ezért nekik megvannak a természetes verzióik a mi gépi technológiánkra. Szóval, ami nekünk repülő, meg gépek, meg különböző robotok, azok nekik állatok, élőlények, amikkel ők teljes összhangban együttműködnek. Ezzel kontrasztba állítják az emberiséget, illetve azt, ahogyan tudnánk élni, elhitetvén az emberekkel azt, hogy az ember a bolygónak az elpusztító és a rákfenéje, miközben
az elit, azok irányítja a világot, aki igazából emögött áll, hiszen én igazából nekem nincs arra hatásom, hogy a különböző termékek hogy készülnek, én megveszem így is, úgy is, de mindenki így van ezzel, szerintem rá van kényszerítve. Persze mondhatják, hogy nem használok annyi műanyag zacskót, meg ezt, meg azt, de összességébe véve, ha körülnézünk a világban, akkor egyre több és több műanyagot használunk fel fölöslegesen, és erre számtalan példa van, és ezt nem a fogyasztók kérik, hanem egyszerűen ez van. Csak úgy alakítják, mintha ha mi akarnánk ezt elhitetvén, hogy az emberiség a probléma a Földön, de ami emögött áll, az ugye az őrzők, illetve az ő magjuk és az elitnek az együttműködése, akik utálják az emberiséget és el akarják pusztítani, meg az egész Földet, ami ugye a teremtőnek a teremtése gyakorlatilag. Úgyhogy azt akartam kihozni ebből, hogy a Nabi ezt reprezentálja, ahogyan együtt lehetne élni a Földdel, és ahogy mi pusztítjuk, így tudat alatt ezt az üzenetet közvetíti. De ha már a New Age-nél tartunk, akkor láthatjuk ezeket a kis medúza-szerű dolgokat, amik... És most már el fogunk jutni hamarosan, ígérem, ahhoz a ponthoz, amikor elmondom, hogy miért is beszélek erről annyit, de... Pillanat, csak elkalandoztam. Ja, igen. Szóval, csak még a spirituális oldaláról, hogy mennyi program elem fér bele egy-egy filmbe, ezek a kis medúza-szerű dolgok az elhunyt nábiknak a lelkei, amikkel kapcsolatba lehet kerülni, és itt ez a varázsló összeköti segít a halottnak, meg összeköti a nábit, meg az embert, és akkor így kommunikálnak spirituális úton, de egyébként ebben a filmben szerepel. Mindjárt meg fogom mutatni azt hiszem, hogy a hangok fája, vagy pedig a lelkek fájának hívják. De ha már az Internet of Things, vagy a dolgok internete, vagy a dolgok hálózatáról van szó, akkor itt van az, ahogyan a nábi kapcsolatba tud lépni a környezetével, ahogyan a haját hozzáérinti ennek a lénynek ehhez a úgymond természetes, egy ilyen organikus csatlakozó van az állatokon, amiben beleteszik a hajukat, és akkor egyé válnak velük, és így képesek irányítani, szóval gyakorlatilag egy a gondolatuk. Ezt akartam megmutatni, ezért beszéltem ennyit az Avatarról, hiszen ezáltal létrehozzák azt a kaptár érzetet, amit az emberiségben egyre erőteljesebben lehet érezni, hogy mindenki egyet gondol és egyfajta irányba halad, illetve egy irányba halad, mivel a program és a propaganda ömlik mindenhonnan. Innen már csak egy lépés az, hogy fizikálisan rákapcsolódunk az internetre, ahogyan a Nabi rákapcsolódik az állatokra, illetve ez az a fa, itt mögöttük, amiről szó van, és ez a fa az egész bolygót jelképezi, és sőt az elhunyt dolgokat is, és képesek kapcsolatba lépni ezekkel a dolgokkal, ugyanis hallják ezeket a dolgokat, itt a hajuk rákapcsolódik, és akkor így az egész bolygóra rákapcsolódik, mint egyfajta kaptár. Mint a Parazita című filmről volt szó, nemrég Donald Sutherland-del, abban szintén egy kaptár volt, de a Resident Evil-nek szintén kaptár volt a neve annak a bázisnak, ahol kifejlesztették azt a vírust. Kaptár egyébként valamilyen formában ez is. A lényeg, hogy ez a dolgok hálózatára utal, arra a hálózatra, ami az igazi világháló, ami mindent magába foglal, élő, élettelen dolgot, amiben van egy IP cím, mint egy számítógép, illetve egy adóvevő szerkezet és egy azonosító, az rákapcsolódik erre, és az része ennek a nagy egységnek úgy, ahogyan azt a Nabi teszi itt a lelkek fájával. Rákapcsolódik az egész idézőjelbe vett, bocsánat,
az idézőjelbe vett bolygóra, és egyé válik vele, és megosztja minden tudását, letölt onnan, feltölt oda, és így jelképezve azt, amifelé mi haladunk. Azáltal, hogy a Nabi bolygó ilyen nagyszerű, és hogy a természet ennyire sokszínű, teljesen más, mint az a világ, ahol mi élünk. Ennyi gyönyörű az egész, ahogy kinéz. És ezáltal tudatalatt az emberek számára vonzó lesz az, hogy ebben a kaptárban élni, vagy ebben a nagy elmében, vagy a világnak a hálózatában, ebbe a világ agyba belefolyni, és ennek a részévé válni, ez vonzó, hiszen így élnek azok, akik teljes harmóniában vannak a világgal, mint a nábik, és ez ilyen gyönyörű ez a világ, és ennyi mindent lehet ott elérni ezzel tulajdonképpen, hogy az ember rákapcsolódik erre. Ez az egyik propaganda elem, ami végvonul ezen a filmen. De ez egyébként így van nagyon sok más filmben, ahol a nagy közös agyra való rácsatlakozás, mint a Transcendence, a Johnny Depp filmben, a nagy közös agyra való rácsatlakozás az egy pozitív dolog olyan értelemben, hogy az a jövő, amifelé terelnek minket. Ez egyértelműen egy propaganda, úgyhogy ezért szerettem volna megmutatni az Avatar című filmet, amiben erről van szó, hiszen ez a nagy fa, amire rácsatlakozik és megosztja, illetve letölti arról az információt, ez jelképezi ezt a világnak, ezt az agyát, ezt a hálózatát, ezt a kaptár létet, ami úgy tűnik, hogy a jövőnk lesz, illetve az elit elképzelése szerint ez lesz majd a jövő. Persze én úgy gondolom, hogy nem fogunk eljutni oda, hiszen nincsen annyi idő, de ez egy másik kérdés. Úgyhogy ez az Avatar. Természetes az, hogy egy unobtánium nevű anyag az, amit bányásznak Pandorán, és ez 20 millió dollár kilója a Földön, szóval ugyanúgy, mint ahogy mi idézőjelben az olajért tönkretesszük a világot, egy másik ásványért, a gazdagságért hajlandók lennénk tönkretenni a Nabi bolygót is, ráadásul pont a fa alatt van ennek az unobtániumnak a lelőhelye, és ez a fa az, ami mindenki, ahova mindenki vándorol, hiszen itt van a tudás, úgyhogy maga a tudás fája tulajdonképpen az írásából, vagy a Bibliából egyfajta megjelenési formája ez a fa, és el kell pusztítani azt a fát azért, hogy megszerezzük ezt az unobtánium nevű anyagot. Úgyhogy érdekes az, ahogyan primitívebbek ezek a filmek, mint a régi filmek. A propaganda sokkal egyértelműbb már most, mint amilyen volt mondjuk egy-egy régi filmben, vagy régebbi filmben. Úgyhogy ez a helyzet az Avatarral. De egyébként, hát itt lehet olvasgatni mindenféle dolgokat erről a filmről, most nem megyek bele, mert igazából nem ez a téma. Csak azt akartam megmutatni, hogy ez az agy, ez a nagy kaptár jövő, ez megjelenik például ebben a filmben. Ha visszatérünk ide és megnézzük ezzel az Internet of Things, vagy a dolgok hálózatával kapcsolatban, hogy hogyan is működik ez a gazdasági rendszer, amit ugye úgy hívnak itt, hogy IoT rövidítve. Ez különböző idézőjelbe vett okos szerkezetek, amelyek a világhálóra rá vannak csatlakozva, melyekben processzorok, érzékelők, illetve mindenféle kommunikációs hardware adatokat gyűjt, küld, illetve az adatok segítségével különböző műveleteket hajt végre a saját környezetében. Önállóan.
Ezeket aztán talán itt jobban látszik ezen az ábrán, így működik az adatgyűjtés, ez a szenzor, vagy antenna, vagy pedig ez ugye mikrokontroller, amiről szó van. Ez a különböző formája annak, ahogyan gyűjtik az információt, gondolom én, hogy ez valamiféle processzor, vagy valamilyen ilyesmi lehet, érzékelők, illetve antennák. Ezek aztán egy központba futnak be, vagy pedig egy ilyen ideiglenes adatgyűjtő helyre, vagy adattovábbító helyre, és onnan kerülnek tovább azokba a központokba, ahol ezt az adatot feldolgozzák. Ilyen például egy okostelefon, vagy pedig egy embergép. Egy human machine. Egy embergép. Szóval bárki, akinek valamiféle hardware be van ültetve a szervezetében, az lehet ilyen. De nyilván arra gondol, hogy bármiféle gép, amit mi használunk. Ezen kívül lehet üzleti felhasználási lehetősége természetesen, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan lehet felhasználni a vásárlókkal való kapcsolattartásban, vagy a szolgáltatás minőségjavításban, akkor akár üzleti vagy céges viszonylatban is lehet használni, nem csak egyénenként, de bármiféle olyan rendszer, ami adatokat feldolgoz, és ennek az adatfeldolgozásnak az eredményeire épül, azok megkaphatják ezt. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog a cégeknek, igazából az egyén az nem hiszem, hogy túl sokat profitál ebből, ha csak nem azokat annak vesszük, ahogyan a telefonunk működik, de hát azok igazából primitív dolgok ahhoz képest, amire ezt az egészet fel lehetne használni, illetve hát ők felhasználják ezt. Úgyhogy ez a működési elve nagyjából ennek a rendszernek. Villámgyorsan nézzünk meg egy-két pozitívumát ennek, legalábbis amit ők felsorolnak itt. Ugye át lehet látni a biznisz, vagyis az üzletek a folyamatait egyszerűen, illetve meg lehet figyelni ezeket. A szolgáltatás minőségét lehet javítani a vásárló szemszögéből, illetve a vásárló élményét. Időt és pénzt lehet megtakarítani. A termelékenységet lehet növelni, a dolgozóknak a termelékenységét. Ezen kívül különböző üzleti modelleket egyszerűbben lehet beépíteni, vagy alkalmazni. Nyilvánvaló, hogyha több adat áll rendelkezésre, akkor egyszerűbb ezeket az új rendszereket beépíteni ide. Üzleti döntéseket lehet ezzel segíteni, illetve természetesen a bevételt végeredményben növelni. Néhány érdekességet még megmutatok azzal kapcsolatban, hogy hogyan a gyakorlatban hogyan minősül ez meg. Hogyan valósul ez meg, bocsánat. És természetesen ugye az egyik az autók, ezen kívül a telekommunikáció, az energiaipar és egyéb helyeken, de ha ismeri valaki ezeket az okos házakat, vagy az okos otthont, akkor ez is ilyen, mondjuk egy termosztát, ami ezzel a technológiával van ellátva, egy okos termosztát, vagy bármiféle okos felszerelés, úgy, mint egy mikrohullámú sütő, vagy egy hűtő, vagy bármi, akkor vagy akármi, ami például a fűtés, a világítás, vagy bármiféle elektromos berendezés, ezeket számítógéppel, okostelefonnal, vagy pedig bármiféle mobil eszközzel lehet irányítani úgy, mint távirányítani. És ez ennek a hálózatnak a segítségével fog megvalósulni, illetve valósul meg. Említettem már korábban azokat az eszközöket, amiket az ember viselni tud magán. Ezek különböző érzékelők, programok, amelyek adatokat gyűjtenek, vagy ezeket elemzik, küldik az üzeneteket különböző más technológiáknak a felhasználóról, illetve a felhasználóval kapcsolatban, annak érdekében, hogy a felhasználónak az életét könnyebbé, vagy pedig
kellemesebbé tegyék, illetve hát komfortosabbá. Ez lehet különböző biztonsági rendszerek, úgy, mint például az elsősegélynyújtók, vagy a rendőrség, tűzoltóság, illetve a mentők riasztását is tudja segíteni, ha érzékelő van egy autóban, vagy akár az ember szervezetében. Természetesen ezt egyszerű elképzelni. Erre van itt egy kisebb ábra, a felhasználási lehetőségek, ugye az okos autó, azok a technológiák, amiket viselni tudunk, az okos különböző eszközök a háztartásban, a házak, az otthonok, a tévé, ezen kívül a mezőgazdaságban az állattartás, az egészség, de lehet, hogy egy egész város is működhet úgy, hogy rá van kapcsolva erre, ahogyan látni fogjuk, hogy erre van is számos példa, többek között Kínában ezt meg fogjuk nézni majd egy kicsit később. Addig még egy pillanat. Hát aztán itt természetesen felsorolja azt, hogy milyen biztonsági, illetve magánszféra problémák vetődnek fel. Én csak azt akarom itt kiemelni, hogy az Internet of Things több milliárd eszközt kapcsol rá az internetre, és ez több milliárd adatpont. Ugye minden egyes eszköz egy ilyen adatpont. Ezen kívül minden egyes eszköz folyamatosan adatot szolgáltat. Szóval sokszorosa az adat mennyiség mondjuk bitben, mint ahány eszköz van, hiszen ahány műveletet elvégez egy-egy ilyen dolog, annyi bit adatnak kell, hogy keletkezzen. Szóval ezek ilyen csillagászati mennyiségű adatok. És ez természetesen problémákat vet fel. Még nagyon gyorsan a jövővel kapcsolatban, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban ők jósolnak itt. Csak az, amit ebben a cikkben... Okay. Szóval mi az, amire szerintük lehet számítani? Azt mondják, hogy ez a dolgok internete, vagy ez az Internet of Things bevétele eszközökből és a programokból 2020-ra 450 milliárd dollár lesz. Az egy elképesztően nagy összeg ahhoz képest, hogy ez még igazából nem is működik teljes gőzzel. 2025-re ennek az összgazdasági hatása 2025-re 11,1 trilliárd dollár lesz, ami 11.000 milliárd dollárt jelent. Ami nem rossz, az ugye az egy hetede nagyjából a világ gazdaságának akkora hatása lesz. Ez természetesen egy becslés 2025-re. Addigra már szerintem nem lesz ez a gazdaság bőven, de azért érdekes, hogy ez az, amit ők jósolnak. Ezután azt mondja, hogy 2030-ra 125 milliárd olyan eszköz lesz, ami ennek a hálózatnak a része lesz. 2030-ra 125 milliárd ilyen eszköz lesz. 12%-os éves növekedés ez, ami azt jelenti, hogy minden évben 12%-kal növekszik. 125 milliárd 2030-ra, egészen elképesztő. 20,8 milliárd dolog lesz rajta ezen a hálón 2020-ra. 20,8 milliárd az három fejenként. És az összeg, amit az emberek erre költenek, ezekre az eszközökre és szolgáltatásokra, amelyeket az Internet of Things nyújt, az 3,7
trilliárd dollár, szóval 3700 milliárd dollár 2018-ra ez az összeg. Szóval ez egy olyan dolog, amit mindenképpen figyelembe kell venni mindenkinek, ugyanis ez a jövő, és olyannyira ez a jövő, hogy ez már itt is van. Gyakorlatilag ez már működik, csak még mi nem tudunk róla. De belegondolni érdekes azért, hogy mi lesz akkor, hogyha teljes mértékben ez beindul. De hát láttuk nagyjából, hogy mi lesz. Lehet, hogy még egy... Így van, hát még megnézzünk. Jó, nézzünk meg még egy részt villámgyorsan, hogy mi az, amiről szó van. Itt már arról beszélnek, hogy az adatgyűjtés hogyan zajlik, illetve az adatfeldolgozás, valamint a megfigyelésre nézve, milyen következményekkel fog járni ez a rendszer, illetve hol tartunk most. Most people don't have any understanding of the scope of this stuff. Now my background's in IT, specifically IT security. Azt mondja, hogy ő IT biztonsággal foglalkozik, számítógépes biztonsággal, és hogy a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mi az, ami történik. Nem az, hogy arról, hogy mi az, ami történik, hanem nincs ennek az egésznek a nagyságáról és a hatásáról fogalma az embereknek. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amiben szerintem egyet tudunk érteni. But as an example, it turns out in the US, just to give you an example, and only 14% of people understand that their web surfing history is being tracked. Now for me that's 40% az embereknek az Amerikai Egyesült Államokban tudja azt, hogy minden, amit az interneten csinálnak, az összes adat erről össze van gyűjtve, és ez megfigyelés alatt áll. Gyakorlatilag mindenki. Az összes adat egybe van gyűjtve, és aztán elemzi azt egy számítógép vagy számítógépek. Erről már volt szó korábban. Hát remélem, hogy már itt azért ennél előrébb járunk, de nem tudom, hogy ez így van-e. De nagyon remélem, hogy igen. Arról beszél, itt ugye az van, hogy az embereknek fel van tüntetve a százalékos aránya az azzal kapcsolatban, hogy mondjuk 27%-a az embereknek tudja, hogy a különböző szociális hálózatokon, mint a Facebook, megosztja a barátainak a listáját, szóval a rendszer megfigyeli ezt a listát. 27% az embereknek tudja, hogy ez megfigyelés alatt áll. 25%-ának világos az, hogy a helyét megosztja mindenki, ahol tartózkodik. 23%-a tudja az embereknek, hogy minden kereső története megfigyelés alatt áll, illetve az adat össze van gyűjtve erről. 18%-a tudja, hogy a kommunikációs története szintén bekerül ebbe a rendszerbe, úgy mint a chat, üzenetek, telefonhívások, minden. 17%-a érti azt, hogy az IP címe megfigyelés alatt áll, illetve 14%-a érti azt, hogy az egész interneten eltöltött idő, minden szörfözés az interneten szintén a rendszerbe bekerül. Most nem tudom, hogy itt, bár gondolom, aki ezt nézi, azok közül mindenki tudja ezt, de a világ nem ezen a szinten áll. That 86% of the United States population still believe in the Easter Bunny. It's a little terrifying because it means that the conversations we're having here today put us all in an extraordinarily elite group in understanding the potential damages. És pontosan úgy van itt is, a mi esetünkben, ahogyan ő mondja ezt, az, hogy mi tisztában vagyunk ezekkel a dolgokkal, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy elitbe tartozunk, hiszen az emberiségnek a túlnyomó többségének fogalma nincs arról, hogy mi az, ami körülött zajlik. Úgyhogy az, aki érti ezt, amiről itt szó van hétről hétre, az egy elit csoportot képez a világban. Tudás és információ tekintetében. Azok megértették, hogy a világ egy hazugság, még akkor is, hogyha esetleg nem jutott el még mindenki a teljes igazsághoz. De értse meg mindenki, hogy ez mekkora ajándék érteni azt, hogy a világ egy hazugság, és
van egy alternatív valóság, az, amiben élünk, és a mögött van az igazság. Ez az, amit ő mond burkoltan tulajdonképpen. Most people just don't know. We are now more civil. A legtöbb embernek csak egyszerűen fogalma sincs erről az egészről, és a következő pedig az, hogy most jelen pillanatban a megfigyelés mértéke nagyobb, mint bármikor a történelem során. Cities are covered in CCTV cameras. Authorities are gathering data on its citizens. It would be all too easy to confuse the real world with a sci-fi dystopia. És csodálatos az, amit mondott. Arról beszélt, hogy folyamatosan adatokat gyűjtenek rólunk gyakorlatilag, és több a kamerákról már volt szó, hogy mennyi van. Mindenhol megfigyelés alatt áll az ember, és egyszerű összekeverni a valóságot egy tudományos, fantasztikus filmmel. És ezek a műsorok a BBC-n, illetve különböző híradókban mennek. Amit itt mond, ez nem egy dokumentumfilm, amit egy hozzám hasonló ember készített. Ezek a tévében mennek. Ő mondja azt, hogy egyszerű összekeverni a valóságot egy tudományos, fantasztikus filmmel, azért, mert így van. Azért, mert ami le volt írva, az megtörténik most. És ez az, aminek mi részesei vagyunk, amit látunk. Ez az a valóság. Előreugrok egy kicsit, mert ez ide kapcsolódik a megfigyeléssel kapcsolatban. Nem akarok még belemenni abba, hogy... Mindegy, ezért nem is megyek bele. Megnézzük ezt a rövid részt, és aztán folytatni fogjuk a jövő héten. Someone walked up to you 10 years ago and said, could I plant a little device on you that would tell me who you've spoken to today, what you're curious about, what books you've read? Azt javaslom, hogy mindenki próbál meg felfogni azt, amiről beszél ez a karakter. Azt mondja, hogy ha 10 évvel ezelőtt, de egyébként 20-at mondott, azt hiszem, hogy néhány évtizedet, mindegy. Azt mondja valaki, hogy... Egy eszközt adok neked, amivel minden mozdulatodat és minden cselekedetedet nyomon tudom követni és nyomon fogom követni, és ezt mi önként elvállaljuk, akkor kinevettük volna. És akkor azt mondtuk volna néhány évtizeddel ezelőtt, hogy semmiképpen lehetetlen, hogy én ebbe részt vegyek. És most az emberek sorba állnak azért, hogy az Apple boltok előtt ezt megkapják, de egyébként ez érvényes majd, hogy nem univerzálisan mindenkire a világon, hogy részt akar venni ebben, sőt nem az, hogy részt akar venni ebben, hanem versenyez a legtöbb ember, hogy hogyan tudja az életét minél jobban a többi ember elé tárni, és minél több adatot megosztani magáról, és aztán ezért lájkokat, meg mit tudom én, miket kapjon. Szóval arról beszél ez az ember, most elmondom még egyszer, mert a Terminator Genesis-ben erről lesz szó. Pontosan erről van szó ott. Azt mondja, hogy visszautasítottuk volna, hogy mondjuk 20 éve, ha azt mondják, hogy itt van egy szerkezet, és ezzel mindenedet, minden lépésedet nyomon tudom követni, a hívást, a beszélgetéseidet, az egész életedet, akkor, és most önként vállaljuk ezt, hogy ez a dolog bekerüljön az életünkbe. Az érdekes az, és én később láttam ezt a videót, mint a Terminátor filmet. Nem fogom lejátszani a filmet, mert aztán csak zűrzavar lesz a... Egy pillanat, bocsánat. Mert aztán csak zűrzavar lesz a jogokból, de odaugrok, ahol így nagyjából a kép van, illetve az a jelenet, amit meg szerettem volna mutatni. Szóval... Pillanat, csak azt akarom megnézni, hogy tudom-e így ugráltatni. De tudom. Szuper. Akkor hagyj...
Hogy mutassam meg. Oké, hát aki nem látta még ezt a filmet, akkor az lehet, hogy bár igazából nagy dolgot nem árulok el ezzel, de itt a kórházba kerülnek, és az a helyzet, hogy megtalálja őket ez a karakter, aki most nem mondom el, hogy ki, mert aztán csak abban, aki esetleg meg akarja nézni, de az a lényeg, hogy megtalálja őket, és ugye a kérdés felmerül, hogy hogyan is találta meg, mi volt a módszer, amivel megtalálta őket. Aztán elmagyarázza neki, hogy egyszerű volt megtalálni. Egyszerű volt megtalálni, hiszen feltöltöttek egy videót róla az internetre. Ugye az a kérdés most, hogy hogy talált meg, és azt mondja, pillanat, csak meg akarom mutatni azt a jelenetet, amikor megmutatja. Te azt mondja, hogy feltöltöttek egy videót róla, és ezen a szerkezeten keresztül ő látta ezt, és így megkereste őket. Azt mondja utána, hogy ez a valóság mára, ez lett úgy értem, hogy a filmben, hogy ez lett a valóság, hogy az emberek önszántukból részt vesznek a Skynetben, ugye a Skynet az a rendszer, ami aztán a világot elpusztítja a rakéták segítségével, stb. De tulajdonképpen beengedik az életükbe azt a rendszert, ami aztán a végzetüket fogja okozni, hiszen ez az, ami elpusztítja a világot. Egyébként Genesisnek hívják azt a applikációt, amit az emberek, ami el fog indulni hamarosan így a film történetében, abban az időben, amikor ők vannak ott, de amúgy az emberek használják ugyanúgy a telefont, mint most mi. Az ő valóságuk ott tulajdonképpen a mi időszakunk, hiszen egyértelmű ott ugyanaz a probléma, hogy az emberek állandóan a telefonjukat bámulják, gyakorlatilag mindenki. És ezek megdöbbenéssel figyelik, hogy ezek a különböző eszközök segítségével a technológia, az az ellenség, ami ellen ők küzdenek, a Skynet beférkőzik az emberek életébe, és az emberek ezt beengedik önszántukból. A lány egyébként azt mondja, hogy hogy lehetséges ez, az az érdekes, hogy tényleg mindenki azt nézi, valamiféle képernyőt néz mindenki. Persze, az a helyzet ugye, hogy nyilván ez a munkájukhoz kell, meg ez itt ugye kicsit sarkosítva van ez az egész, de valóban beengedi mindenki az életébe ezt a szerkezetet. Még itt is a rendőrnő is azt a telefonját böngészi. Egyébként, amit akartam, úgy még így zárszónak hozzáteszek, hogy arról beszél a nő, hogy ez egy, mint olyan, mint egy trójai faló. Olyan ez a szerkezet. És ezen érdemes mindenkinek elgondolkodni szerintem, aki tudja, hogy mi a trójai faló, vagy hogy minek a reprezentációja, vagy szimbóluma a trójai faló. Ugyanis a trójai faló, mindjárt csak még most már megmutatom akkor a végét. Még itt a biztonsági őr is a telefonját nézi ebben a szobában úgy, hogy közben bejön a Terminátor és hozzá beszél, de ő még mindig a telefonját nézi. Úgyhogy mondja azt valaki, hogy a film nem a valóságot tükrözi. A film nem más, mint egy program az ember számára. És ugyanakkor gúnyt űznek az emberből a filmek segítségével, hiszen elmondják, hogy mi a valóság, úgy, mintha az fantázia lenne, és ráadásul garantálom, hogy az emberek nagy része röhög rajta, hogy ha, ezek az emberek hogy bámulják ezeket a képeket, mikor hogy bámulják ezek a képeket, ha, tényleg úgy van, és közben ők is ugyanazt csinálják. És azt hiszik, hogy csak az, hogy tudjuk, az elegendő ahhoz, hogy mi ez alól mentesüljünk. Azért, mert a világ nem érti, hogy a cselekedetek hozzá tartoznak az embernek. Az eredmény az a cselekedetekből van. Tudni nem elég a dolgokat, ahhoz cselekedni kell, hogy változás legyen.
de az emberek felismerik, hogy ez egy szánalmas állapot, amiben vagyunk, de ennek ellenére részt vesznek benne, mert túlságosan ostobák, és túl mélyen vannak már benne ebben az egész program, illetve propaganda dologban. Úgyhogy a Trói falu egyébként a görögök, jól emlékszem, mindegy, az a lényeg, hogy betolták a faluat, mint a, nem tudták bevenni a várost, és akkor betoltak egy faluat, mint egy ajándékot, közben benne voltak a katonák, ott azok meg örültek, akik a várban voltak, hogy ha legyőzték őket, hagytak egy ajándékot, és utána, mikor elaludtak, kijöttek a lóból, a katonák kinyitották a kaput, és így vették be végül a várost. Szóval a trójai falu egyébként arra utal, hogy valamilyen csellel túljárni az eszén valakinek, adni egy ajándékot, aminek a segítségével legyőzik azt az embert. Pontosan úgy, ahogy a technológia ad, vagyis az ellenség ad egy ajándékot, a technológiát, aminek megvan a haszna számunkra, egyszerűbbé teszi az életünket, gyorsabbá, kényelmesebbé, szórakoztatóbbá, ugyanakkor ez az, aminek a segítségével le fog minket győzni. És ezt nem is én mondtam, hanem a Terminátor című filmben hangzott el. A telefonnal, a technológiával kapcsolatban, szóval nem én mondom azt, hogy ez van, hanem elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. De ezért nem értik az emberek, mert már mindegy. Nézzük még villámgyorsan, hogy itt miről van szó, néhány perc, és aztán befejeztük. $800, yeah. Because it's so convenient. Az, amiről beszélek, az, hogy a valós idejű nyomon követése az embernek, illetve az embereknek az okostelefonok, illetve az internetböngészők segítségével most már a való világra is kiterjed. Szóval a virtuális világ és a való világ egybe folyik, hiszen a kamera az a való világban van, míg az okostelefon az a digitális világban, de a kettő együtt halad. Szóval elmosódik a kapcsolat a valóság, illetve a virtuális lét között, ami a kapcsolatot tartja a kettő közt, az, hogy itt is, meg ott is meg vagyunk figyelve. Ez az utolsó részt, amit megnézünk, ez Kínáról szól, és arról beszélnek, hogy Kína a mesterséges intelligencia világhatalma szeretne lenni. What is your take on the Chinese government publicly ramping up its efforts in AI? This is a clear directive coming from the top ranks of the Chinese government saying we want to be the global leader in this area. Arról beszél a kínai kormány, hogy ugye a világ vezető nagyhatalma szeretnének lenni mesterséges intelligencia területén. És ez az a pont, ahol be fogjuk fejezni. Következő alkalommal tovább folytatjuk, és meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan lehetséges manapság, milyen eszközök állnak rendelkezésükre, illetve hogyan működik valójában a bűnügyeknek a megjóslása, úgy, ahogyan azt láthattuk a Külön Vélemény című filmben, és mi az, ami várható ezen kívül még a közeljövőben, és hol tart a világ most. De 2018. szeptember 4-én ez a dolgok állása, és nagyon remélem, hogy mindenki tanult valamit, legalább ebből, és de ha nem is, akkor csak megerősödött abban a hitben, hogy van egy alternatív valóság, amiben a legtöbb ember él, és az igazság az e mögött van. Ezek a videók nagyszerűek szerintem arra, hogy továbbítsuk azoknak, akiknek segíteni szeretnénk, ugyanis ezek
ezek már tények, ezek olyan információk, amik a médiában elhangzanak, úgyhogy ezzel nagyon nehéz lesz vitatkozni. Úgyhogy jövő héten, kedden újra lesz élőadás, és tovább fogjuk folytatni ezt a vonalat. Erre a hétre azonban befejeztük, és ez a dolgok állása, mindenkinek a legjobbakat. Találkozunk szombaton, nagyon remélem, 19 órakor a Yahoo útja csatornán, addig mindenki vigyázzon magára, halleluja, és shalom.